Most viszonylag rendezett arcát mutatja a Fóti úti sávokat elválasztó Járda-sziget. Október 4-én, vasárnap azonban másképp fogadta a telefonhívásra a helyszínre siető közterület felügyelőket. Valaki ugyanis fényes nappal hordta ide ki a szemetét. A rendészek azonban nem tétlenkedtek. A bejelentés közben szolgáltató teljesítő járőreim a helyszínre érkeztek, ahol megpróbáltak információt gyűjteni a hulladékkal kapcsolatban. Igen nagy szerencsénk volt, mert környező ingatlanokból egy személy látta, és hogy meg is tudta mondani, hogy melyik ingatlanból helyezték ki a közterületre a hulladékot. A kollégáim a megadott címre elmentek, becsengettek, és az úriember hál' Istennek otthon volt, igazoltatták a járőreim, és elismerte a szabálysértést. Ezek után pedig mindenki tette a dolgát. És nem csak a közteresek, hanem a szemetelő is, aki a bírság mellé egy seprűt is kapott. Átadtak egy helyszín bírságot, amit a elkövető aláírt, elismert, és felhívták a kollégáim, hogy a szabálysértést szüntesse el, állítsa vissza a közterületen az eredeti állapotot. Ez meg is történt, ezt a kollégáim megvárták, meggyőződtek arról, hogy megszüntette a szabálysértést. A közterület felügyelők pedig továbbra is azt kérik, akinek bántja a szemét, ne a Facebookon jelezze ezt, hanem hívja őket munkaidőben a 061-231-3250-es, vagy este 11-ig a 0670-452-0590-es telefonszámon. De írhat a közterület@újpest.hu, illetve az újpest.rendészet@újpest.hu e-mail címre is.